újabb hitelfelvételéről, a kommunális rendőrségről és egy új helyi közösség megalakításáról is döntött ma a Szabadkai Városi Képviselőtestület. Őszre több utca is szilárd útburkolatot kap Magyarkanizsa községben, amennyiben a jövő keddi községi képviselőtestületi ülésen elfogadják az erre vonatkozó javaslatot. A héten zárult az az IPA projektum, amely célja a Szerbia északi határa mentén fekvő körzetek és Dél-Magyarország Szerbiával határos kistérségeinek összekötése operatív terveken keresztül. Kétnapos képzést tartottak, amely során a résztvevők a Magyar Nemzeti Tanács ifjúsági stratégiájának kidolgozásához szükséges kérdői vezésmenetével ismerkedtek. Köszöntöm a nézőket! Elfogadta a szerbiai képviselőház a helyhatósági választásokról szóló törvény módosítási javaslatait, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Pásztor Bálint, a VMS parlamenti képviselője. Ezzel eltörlik a borítékolt lemondásokat, valamint meghatározzák, hogy minden harmadik jelöltnek nőnek kell lennie. A törvény módosítás szerint a képviselőtestületi mandátumokat a választási listákon levő jelöltek sorrendje alapján osztják majd ki. Továbbá, amennyiben a képviselőknek idő előtt megszűnik a mandátum, a helyét a pártlistáján soron következő személy kapja meg. A törvény tartalmazott olyan részeket is, amelyek kedvezőtlen hatással lettek volna a nemzeti közösségekre, azonban ezeket utólagos módosításokkal sikerült megváltoztatni. Egy veszély merült fel a kisebbségi pártok szempontjából, nevezetesen az, hogy a szavazat szerző bizottságok, illetve a választási bizottságok tagjainak a kinevezésekor helyi szinten is a parlamenti, az országos parlamenti arányokat fogják figyelembe venni, de egy módosítási indítvánnyal ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk, és a helyi választások esetében a helyi erőviszonyokat fogják figyelembe venni, ami a kisebbségi pártok szempontjából természetesen sokkal igazságosabb. A módosítás tovább előírja, hogy a választási listán legalább minden harmadik jelöltnek nőnek kell lennie, hogy ezzel is növeljék a nők politikai szerepvállalását. A választásokat az eddigi 90 nap helyett a kiírást követő 45. és 60. nap között kell megtartani. Szerbiában várhatóan jövő tavasszal lesznek helyhatósági választások. A vajdasági kormány elfogadta az idei év első feléről szóló költségvetési beszámolót. A tegnapi ülésen döntöttek arról is, hogy a mezőgazdasági területek védelmének és rendezésének megnövekedett kiadásai miatt 2 milliárd dinárt fordítanak erre a célra. Pénzt különítettek el Közép-Bánáti vízelvezető csatorna építésére és a nyári utak rendezésére is. Befejeződött az a kétnapos képzés, amely során a résztvevők a Magyar Nemzeti Tanács ifjúsági stratégiájának kidolgozásához szükséges kérdői vezésmenetével ismerkedtek meg. Az ifjúsági bizottság idei fő célkitűzése a vajdasági magyar ifjúsági stratégia kidolgozása. Ehhez 800 vajdasági magyar fiatalt kérdeznek meg 7 témakörben. Oktatás, munkába állás, szabadidő, közszereplés, tájékoztatás, egészség és családalapítás. Ezeken a területeken szeretnénk felmérni, hogy tulajdonképpen melyek azok a legégetőbb problémák, amelyekkel a vajdasági magyar fiatalok szembesülnek, és ez a kutatás kellene tulajdonképpen, hogy alapul szolgáljon a majd készülő ifjúsági stratégiához. Az anyagiak szűkössége miatt a tervek szerint 3 területre tudnak majd programokat kidolgozni. Nagyon reméljük, ezek a programok hosszú távon majd javítani fognak a vajdasági magyar fiataloknak a helyzetén. Tehát mikor arra kerül a sor, hogy eldöntsék, hogy külföldre mennek, illetve vajdaságban maradnak, akár munkavás, családalapítás szempontjából, akkor úgy ítéljék meg, hogy igenis előnyösebb vajdaságban maradni. Az ifjúsági bizottság nyílt munkájával igyekszik minél több fiatalt bevonni a stratégia elkészítésének folyamatába. A hosszú távú ifjúságpolitikai tervezetet szeptember végén terjesztik a Magyar Nemzeti Tanács elé. Újabb hitelt vesz fel a Szabadkai Önkormányzat. A Városi Képviselőtestület megszavazta az idei költségvetés módosítását is. A VKT ülésén a Vajdasági Magyar Szövetségből egy képviselő vett részt.
Szabadka város 115 millió dinár értékű kölcsönt vesz fel. A hitelt a tömegközlekedés fejlesztésére fordítanák. Új buszok vásárlására, azon kívül a jegykezőrendszereknek a módosítására és modernizálására, és a közlekedési tanulmányból többi más nagyon fontos közlekedés szervezési dologra fogjuk fordítani. A hitel miatt az önkormányzat idei költségvetésének kiigazítására is szükség volt. A döntés értelmében a büdzsé 4,2 milliárd dinárra nő. Procedura zákonska podrazumeva, da se prethodno za iznos za koji se ide u zadržavanje treba korigovati i budžet i zbog toga je za iznos za koji se zadužuje grad Subotica korigovan i budžet. A VMS képviselői közül egyébként egyedül Csúszó Endre vett részt az ülésen. A magyar párt itt tiltakozott az ellen, hogy hónapok óta húzódó ügyeket a városvezetés a nyári szünet ideje alatt akar megoldani. A vitában Csúszó elmondta, támogatják a Subotica Transz fejlesztését, de azt ne hitelből valósítsa meg a városvezetés. Hihetetlen mennyiségű tartozása van az önkormányzatnak. Ez nyílt titok, hogy minden felé a számlákat nem fizetik. Most ne kezdjem el, fölvettünk egy hitelt már 250 millió értékbe a kaszárnyáknak, szóval teljesen el fogunk adósodni. A szabadkai VKT ülésén döntöttek arról is, hogy megalakítják Misityevó helyi közösséget. A VMS képviselője a vitában kifogásolta, hogy nem a helyi közösségi választások előtt született erről határozat, így ugyanis újra szavazniuk kell a lakosoknak, ami költséggel jár. 14 külföldi gyerek vendégeskedik Szabadkán a Násáradosz iskoláskor előtti intézménynek köszönhetően. A szerb kisebbségben élő óvodások Magyarországról, Romániából és Koszovóból érkeztek. Egy hetet töltenek a Palicsi Kekec óvodában. Az együttműködés már 5 éve működik sikeresen. A külföldi gyerekek Szabadkán aktívan gyakorolhatják anyanyelvüket, a kirándulás pedig jó alkalom arra, hogy utazzanak és más kultúrákat is megismerjenek. Őszre több utca is szilárd útburkolatot kap Magyarkanizsa községben, amennyiben a jövő keddi községi képviselőtestületi ülésen elfogadják az erre vonatkozó javaslatot. A 100 millió dinár értékű beruházás felét hitelből fedezik majd. Mivel a tartományi nagyberuházási alaptól a község nem kapta meg a megítélt 100 millió dinárt, az aszfaltozásra szánt összeg felét hitelből fedezik, míg a másik részét a kivitelező előlegezi majd. Miután ezt a képviselőtestületben mi elfogadjuk, őszre mégis megvalósulhat ez a projektum, függetlenül attól, hogy a nagyberuházási alaptól érkeznek a pénzek vagy sem. A községben a főbb utak többsége jó állapotban van, viszont a falvakban több olyan utca is akad, amely már több évtizede vár szilárd útburkolatra. Az utcák a falvakban főleg igénylik az aszfaltot, és most ez felé is irányultunk. Tehát az utcákra, tehát a közvetlen közelébe kerülünk ezzel a lakosainknak. Ha minden az előre látottak szerint alakul, még az idén szilárd útburkolatot kap Magyarkanizsa község több utcája. A tartományi mezőgazdasági alap 3 új hitelpályázatot írt ki a vajdasági termelők számára. Kedvezményes kölcsönre lehet pályázni borjak vásárlására, gabonatároló létesítmények építésére, valamint jégvédelmi hálók beszerzésére. Erre a célra az alap 50 millió dinárt különített el. Az első hitelezési vonal az új gabona raktározásra szolgáló új objektumok, silók, padozott tárolók kiépítésére vonatkozik. 4 éves hitel, 1 év áll, mint nyugalmi időszak, grace periódus, 3 év áll rendelkezésen ezt visszafizetni. A maximális összeg, amit odaítélünk, 20 ezer euró, és a kamatláb évi szinten 2%-os. A másik hitelezési vonal a jó minőségű hízóborjak beszerzésére vonatkozik. A kamatláb 2%-os évi szinten, a maximális összeg, amit odaítélünk, az 15 ezer euró, a törlesztési határidő 12 hónap, ami illeti a harmadik hitelezési vonalat, új jégvédelmi hálók beszerzéséhez a többi az gyümölcsösökből szőlős kertekbe vonatkozik, a kamatláb szintén 2%-os évi szinten, a hitel maximális összege 15 ezer euró, a törlesztési határidő 36 hónap,
Az észak-bácskai termelők 2000 tonnával nagyobb mennyiségű búza átadását jelezték az árutartalékoknak, mint amekkorát az állam a régióra előirányzott, nyilatkozták az agrárilletékesek. Kiemelik, egész Vajdaságban jóval nagyobb mennyiségű kenyérgabona átadására van igény, mint amennyit terveztek, amíg Szerbia központi részében kisebb az érdeklődés. Emiatt nem kizárt, hogy megváltoztatják a körzetekre előirányzott mennyiségeket. Az észak-bácskai régióban a tervek szerint 5100 tonna búzát vesz meg az árutartalékok, ami a jövőben növekedhet. Azok az idős magyarkanizsaiak, akik termőföldjeiket az idén adták bérbe először, július 25-e és szeptember 30-a között igényelhetik a nekik járó támogatást. Kötelesek felújítani igénylésüket azok is, akik korábban már kapták ezt a szubvenciót. A bejegyzett termelők november végéig a NISZ töltőállomásain 4 dinár 70 parával olcsóbban vásárolhatják meg a dízzel üzemanyagot. Azok a dohánytermelők pedig, akiknek 2009-ben szerződésük volt a dohánygyárral, a hónap végéig igényelhetik a támogatást és kérhetik a 14 ezer dináros földalapú szubvenciót is. A héten zárult az az IPA projektum, amely célja a Szerbia északi határa mentén fekvő körzetek és a Dél-Magyarország Szerbiával határos kistérségeinek összekötése operatív terveken keresztül. A projektumot egy éve indított a Szabadkai Regionális Tudományos Társaság és az MTA Regionális Kutatások Központjának Alföldi Tudományos Intézete. Két operatív programot dolgoztak ki, 8 ágazatra bontva. A gazdaság, illetve a oktatás, mezőgazdaság, infrastruktúra, turisztika, human erőforrás, társadalmi kapcsolatok területén elemeztük azt, hogy a térséget egyként gondolva arra, hogy valamikor Szerbia és az Európai Unió tagja lesz, hogy tudjuk ezeket a lehetőséget kihasználni, amelyek fennállnak előttünk. A tervek elkészítése alapot képez a Dél-Magyarországi és az Észak-Vajdasági régiók további együttműködéséhez. Mindenképpen szükséges az, hogy a program mögé egy intézményrendszert hozzunk létre. Hát jelen pillanatban ez a program, úgy is mondhatjuk, hogy még csak virtuálisan létezik, hiszen mivel Szerbia se az unió tagja, se még nem írta alá a előcsatlakozási egyezményeket, ezért nem tudunk még közösen együttműködni. Amennyiben Szerbia az év végig aláírja az EU-s előcsatlakozási egyezményt, akkor a projektum keretében létrehozott operatív tervek megvalósítása már a jövő év folyamán megindulhat. Az eddigi egyszerű tüntetések helyett radikálisabb lépéseket helyezett kilátásba a szabadkai Szolidárnosz civil szervezet a Szever miatt. A szervezet illetékesei elmondták, amennyiben augusztusban sem kezdődik meg az ATV Szever villanymotorgyár magánosításának felülvizsgálata, kénytelenek lesznek határozottabban fellépni. Arra ugyancsak emlékeztettek, már az önkormányzat is hivatalosan kérte a privatizáció ellenőrzését, de erre még nem került sor. Gradonačnik u pisanoj formi sa argumentacijom koju smo mi inače njima dali, poslao na adrese na koje smo se dogovorili, znači od predsjednika vlade pa svi ostali koji su nadležni da rješavaju taj problem ili mogu da pomognu u rješavanju tog problema. Ti dokumenti su poslati, povratne informacije za sad nemamo, ali već sad preduzimamo korake da što više ljudi o tome obavestimo, da ih upozorimo, da je krajnji moment da se preduzeće spasi. A privatizáció óta már 16 elbocsátási hullám volt a Szeverben, nyilatkozták a Szolidárnosznál. Továbbá kiemelték, csak nem 1300 volt dolgozó perelte be a villanymotorgyárat, de az évek óta tartó eljárások közül csupán két esetben született jogerős ítélet. Hat alkotás szerepel az Európai Filmek 18. fesztiváljának új magyar film szelekciójában. A magyarországi filmgyártás anyagi nehézségei ellenére is születtek filmek. A művészi színvonalon és az érdekes tematikán felül azon is múlik egy film sorsa, hogy a szerzők és producerek megengedik-e a fesztiválnak, hogy levetítsék alkotásaikat. Idén a fiatal filmesek hajlandónak mutatkoztak erre. Egy egészen új nézőpontból közelítik meg a magyar társadalmi valóságot, és egy újfajta stílust is, kicsit a groteszk, a humor felé kacsingatnak ezek a fiatal a szerzők, tehát mindenképpen igyekeznek azért közönségfilmet is készíteni. Siflis Zoltán elmondta, hogy a filmek alapján már kirajzolódott, hogy kik lehetnek a híres magyar filmrendezők utódai.
Megvan az az úgynevezett kézírás, ami alapján meg lehet állapítani, hogy ez azért magyar film. És én úgy érzem, hogy talán éppen ez az oka annak, hogy például külföldön sokkal nézettebbek a magyar filmek, mint odahaza. Jelenleg csupán 4 magyar filmet forgatnak. Ennek ellenére nem kell attól tartani, hogy jövőre magyar film nélkül maradunk Palicson, mondja a szelektor. A Nándorfehérvári Diadal 555. évfordulója alkalmából jelent meg a Déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban című kötet. A 110 oldalas könyv 2 nyelven, magyarul és angolul jelent meg, célja pedig az, hogy közérthető módon mutassa be a magyar történelemnek ezt az időszakát. Az átfogó tudásanyag néhány éve tanulmányként jelent meg, ezt bővítette most a szerkesztő Visi Zsolt történész. A Magyar Külügyminisztérium jóvoltából már a román fordítás is készül. Tervezik, hogy hamarosan szerbre, spanyolra és franciára is lefordítják. A hét első felében tapasztalt lehűlésnek köszönhetően stabilizálódott a ludasító vizének állaga. A helyi természetbarát kör tagjai nem találtak újabb haltetemeket. A tó ragadozó halainak elhullását a nagy hőség, illetve az oxigén hiányos víz okozta még a múlt héten. Amint arról már beszámoltunk, a hétvégén mintegy 100 kilónyit haltetemet haláztak ki a tó sekélyebb részeiről a természetbarát kör aktivistái. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabb híreket röviden. Újabb hitelfelvételéről, a kommunális rendőrségről és egy új helyi közösség megalakításáról is döntött ma a Szabadkai Városi Képviselőtestület. Őszre több utca és szilárd útburkolatot kap Magyar-Kanizsa községben, amennyiben a jövő keddi községi képviselőtestületi ülésen elfogadják az erre vonatkozó javaslatot. A héten zárult az az IPA projektum, amely célja a Szerbia északi határa mentén fekvő körzetek és Dél-Magyarország Szerbiával határos kistérségeinek összekötése operatív terveken keresztül. 2 napos képzést tartottak, amely során a résztvevők a Magyar Nemzeti Tanács ifjúsági stratégiájának kidolgozásához szükséges kérdőívezés menetével ismerkedtek. Holnapi interjúnk a Nándorfehérvári csata napjának alkalmából Nagy Tibor történésszel készült. A dátumhoz kapcsolódó alkalmi riport filmjeinket ugyancsak megnézhetik. A közelkép a felsőhegyi arató ünnepségről számol be. Ha lemaradtak műsorainkról, látogassanak el honlapunkra a www.pannonrtv.com-ra. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!